Sziasztok! Ebben a videóban a lineáris algebra témakörben a Mátrix bázis felbontásáról, a redukált lépcsős alak használatáról fogunk beszélni. A redukált lépcsős alak létrehozását egy mátrix kapcsán már tárgyaltuk egy előző videóban, akkor annak a videónak a témája csak a redukált lépcsős alaknak a kiszámítása volt. Ebben a videóban viszont azon kívül, hogy a redukált lépcsős alakot létrehozzuk, azt egy másik matematikai eljárás során fogjuk felhasználni, amit úgy nevezünk, hogy mátrix bázis felbontása. Határozzuk meg az alábbi mátrix bázis felbontását, tehát a mátrixot magát A-val jelöltem, amely egy három sorból álló és öt oszloppal rendelkező mátrix, az értékei rendre 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 8, 6, 2, 1, 2, 7, 0, mínusz 11. Számítsuk ki a mátrix redukált lépcsős alakját, Szorozzuk be az első sort kettővel, majd vonjuk ki a második sorból az első sort. Ugye mi a célunk ezzel a számítással? A célunk az, hogy itt az első oszlopban egy olyan háromdimenziós egységoszlop vektort hozzunk létre, amelynek az első koordinátája 1, a többi koordinátája viszont 0 lesz. Mivel ennek az oszlopvektornak most jelenleg az első koordinátája az 1, tehát nem nulla, ezért ebből készíthetünk egy egységvektort úgy, hogy a többi koordinátát nullává tesszük. Tehát ugye itt ideiglenesen ö, beszoroztuk ezt az első sor, ö, matrix első sorának értékeit ö, mindenhol kettővel, majd pedig ebből a második sorból kifogjuk vonni az első sort, az értékek tehát a következők lesznek. Az eredmény mátrixban az első sor eredeti értékeit írtam vissza, tehát ez a kettővel való beszorzás, ez csak a kimonás miatt van ideillenesen. Tehát 2-2 az 0 lesz, 4-4 az 0 lesz, 8 mínusz 6 az plusz 2 lesz, 6 mínusz 8 az mínusz 2 lesz, 2 mínusz 10 az pedig mínusz 8-ra fog változni a második sor utolsó értéke. Számítsuk ki a mátrix redukált lépcsős alakját a továbbiakban is vonjuk ki a harmadik sorból az első sort. Tehát itt a harmadik sorból kivonjuk az első sort, tehát 1 1 az 0 lesz, 2 mínusz 2 az 0 lesz, 7 3 az 4 lesz, 0 mínusz 4 az mínusz 4 lesz, mínusz 11 mínusz 5, az pedig mínusz 16-ra fog változni. Ugye itt az eredmény mátrixban látjuk is, hogy ezzel el is értük azt, amit szerettünk volna. Az első oszlop vektor az egy olyan egységvektor, aminek az első koordinátája 1, a többi koordinátája pedig 0. Egyszerűsítsük a második sort, osszuk el minden értékét kettővel, itt mutatja nekünk az ábra, tehát 0 osztva kettővel az 0, 0 osztva kettővel az 0, 2 kettő osztva kettővel az plusz 1, a mínusz 2 kettő osztva kettővel az mínusz 1, a mínusz 8 osztva kettővel az pedig mínusz 4 lesz. Egyszerűsítsük a harmadik sort is, osszuk el minden értékét 4-jel, a 0 osztva 4-jel az 0 lesz, a 0 osztva 4-jel az 0 lesz, a 4 osztva 4-jel az 1 lesz, a mínusz 4 osztva 4-jel az mínusz 1 lesz, a mínusz 16 osztva 4-jel az pedig mínusz 4 lesz. Számítsuk ki a mátrix redukált lépcsős alakját még mindig. Az első oszloppal elkészültünk, itt egy olyan oszlopvektor kaptunk eredményül, ami egy egységvektor, az első koordinátája 1, a többi pedig 0. A második oszloppal nem tudunk mit kezdeni, sem az oszlopvektor második, sem a harmadik koordinátáját nem tudjuk egyes értékké alakítani, hiszen itt a nullák szerepelnek. Nézzük a harmadik oszlopvektort. Itt a második koordináta 1, a többi koordinátából tudunk nullás értékeket számolni az elemi sorműveletek segítségével, úgyhogy a következő lépésben ezt az oszlopot fogjuk mi egy egységvektorná alakítani. Vonjuk ki az első sorból a második sor háromszorosát, Az eredmény mátrixba a második sor eredeti értékei fognak visszaírásra kerülni. Tehát az 1 mínusz 0 az 1 marad, a 2 mínusz 0 az 2 marad, a 3 mínusz 3 az nullára változik, a 4 mínusz mínusz 3 az plusz 7 lesz, az 5 mínusz mínusz 12 az pedig plusz 17-re változik. Vonjuk ki a harmadik sorból a második sort. Tehát ugye itt a harmadik sorból vonjuk ki a második sort, a 0 mínusz 0 az 0 lesz, 0 mínusz 0 az 0 lesz, 1 mínusz 1 az 0 lesz, mínusz 1 mínusz mínusz 1 az 0 lesz, mínusz 4 mínusz mínusz 4 az pedig szintén 0 lesz. Ha megnézzük itt az eredménymátrixot, akkor látjuk, hogy sikerült elérnünk a harmadik oszlopban is azt, hogy egy egységvektort kaptunk, ugye itt az első oszlopban már van egy olyan egységvektorunk, aminek az első koordinátája 1, a lépcsős alakhoz, most itt a második koordinátát próbáltuk egyé alakítani, úgy, hogy a többi koordinátája nullára változott, ezt sikerült is megtennünk. Az előbbi lépésekkel, tehát kiszámítottuk a mátrixunk redukált lépcsős alakját. Ugye még a lépcsős alakhoz hiányozna egy olyan vektorunk, ahol a harmadik koordináta az 1, de mivel hogy a harmadik sorban minden érték nulla, ezekből sehogy sem tudunk már a maradék két oszlopban egyes csinálni. Viszont ha megnézzük ezt az alakot, akkor láthatjuk, hogy az első és a harmadik oszlopban sikerült egy-egy egységvektort előállítanunk. Azt az egységvektort, melynek harmadik koordinátája 1, nem tudjuk előállítani, hiszen a mátrix harmadik sorában csak nulla szerepel, ezt mutatja itt a kiírás is. Az eredeti a mátrixból válasszuk ki azon oszlopokat, melyeknél a redukált mátrixban egységvektorok szerepelnek. Tehát ugye ez az a, ez az, az, új ö, számítás ebben a tananyagban, amit eddig nem használtunk, eddig csak azt számoltuk ki, hogy hogyan lehet egy mátrixot redukált lépcsős alkra hozni. Most ezt a lépcsős alkot fogjuk továbbá használni. Láthatjuk, hogy az első és a harmadik oszlopban egységvektorok szerepelnek. Ezt a redukált lépcsős alakot, ezt részmátrixnak nevezzük el, és erre fogjuk jelölni, illetve az eredeti A-mátrixban ugyancsak bejelöltem az első és a harmadik oszlopot, ugye ezek azok az oszlopok, ahol egységvektorok szerepelnek. Emeljük ki, és tegyük át a nyilakkal jelölt oszlopvektorokat, tehát ugye ezt az első és a harmadik oszlopvektort az A-mátrixból, ezen oszlopvektorok fogják alkotni a B-mátrixot, tehát ugye itt az 1, 2, 1 oszlopvektort van, a 3, 8, 7-es oszlopvektort emeltük ki ebbe a B-mátrixba. A létrehozott részmátrix, amelyet ugye itt a jobb felső sarokban látunk, harmadik sorát töröljük, ez csupa nulla értéket tartalmaz, erre nekünk, erre a sorra már nem lesz szükségünk. Miután elkészítettük a szükséges mátrixokat, tehát ugye elkészült az A mátrixunk, ami az eredeti mátrix volt, Elkészült egy b mátrix illetve elkészült egy részmátrix, amit R-rel jelöltünk. Felírhatjuk azt az összefüggést, mely szerint az a mátrix az egyenlő a bázisokat tartalmazó mátrix és a részmatrix szorzatával, azaz A egyenlő B-szer R. ellenőrizzük le, hogyha elvégezzük a B -szer R szorzást, akkor az eredeti A mátrixot kapjuk-e vissza. Ugye a mátrix szorzáshoz szükséges alakot rajzoltam itt fel ezen a dián, tehát ugye a szorzás bal oldalán lévő mátrixot a bal alsó sarokba helyezzük el, a mátrix jobb oldalán lévő mátrixot a jobb felső sarokba helyezzük el, és a kettő mátrix keresztezésébe fogjuk kapni majd az eredmény mátrixot, mivel hogy az, a B-mátrixnak az osztopainak a száma megegyezik a rész mátrix sorainak a számával, ezért ez a mátrix szorzás elvégezhető, Nézzük akkor a szorzást. Matrix szorzással kapcsolatban nagyon sok videót találtok még a csatornámon korábról, de ettől függetlenül, mivel hogy arra törekszem, hogy ez a videó viszonylag egy önálló videó legyen tanulás szempontjából, ezért ugyanúgy részletesen végig megyünk a Matrix szorzáson. Tehát ugye az első sor és az első oszlop keresztezésébe számoljuk az er első értéket, amely úgy számlódik, hogy az 1 egy plusz 3 x 0 azaz 1 plusz 0 a kérdőjel helyére az 1-es érték fog kerülni. Jó, megyünk a második oszlopra. 1 x 2 plusz 3 x 0 az 2 plusz 0, tehát a kérdőjel helyére a 2-es érték fog kerülni. Megyünk a harmadik oszlopra, 1 szer 0 plusz 3 szor 1 az egyenlő 0 plusz 3, azaz a plusz 3-as érték fog a kérdőjel helyére kerülni. Megyünk a negyedik oszlopra, 1 szer 7 plusz 3 szor mínusz 1 az egyenlő 7 mínusz 3, azaz a plusz 4-es érték fog a kérdőjel helyére kerülni. Megyünk az utolsó oszlopra, 1 szer 17 plusz 3 szor mínusz 4, az egyenlő 17 mínusz 12, azaz a plusz 5-ös érték fog a kérdőjel helyére kerülni. Megyünk tovább a Matrix szorzásba. A baloldali oldali mátrix esetében sort lépünk, a jobb oldali mátrix esetében visszatérünk az első oszlopra. A kérdőjel ezen sor és oszlop keresztezéd kereszteződésében van, az érték pedig 2 x 1 plusz 8 x 0, az egyenlő 2 plusz 0, tehát a plusz 2-es érték fog a kérdőjel helyébe kerülni. 2 x 2 plusz 8 x 0, az egyenlő 4 plusz 0, tehát a 4-es érték fog a kérdőjel helyére kerülni. 2 x 0 plusz 8 x 1, az egyenlő 0 plusz 8, tehát a 8-as érték fog a kérdőjel helyére kerülni. 2 x 7 plusz 8 x mínusz 1, az egyenlő 14 8, tehát a plusz 6-os érték fog a kérdőjel helyére kerülni. 2 x 17 plusz 8 x mínusz 4, az egyenlő 34 minusz 32, tehát a plusz 2-es érték fog a kérdőjel helyére kerülni. Ismét sort váltunk, és visszatérünk az első oszlopra, 1x1 egy plusz 7x0, azaz 1 plusz 0, azaz a plusz 1-es érték fog a kérdőjel helyére kerülni. 1x2 plusz 7x0, az egyenlő 2 plusz 0, azaz a plusz 2-es érték fog a kérdőjel helyére kerülni. 1-szer 0 plusz 7-szer 1, azaz 0 plusz 7, azaz a plusz 7-es érték fog a kérdőjel helyére kerülni. 1 x 7 plusz 7-szer 1, az egyenlő 7 mínusz 7, azaz a nullás érték kerül a kérdőjel helyére és az utolsó értéket számoljuk 1 x 17 plusz 7 szorozva mínusz 4-jel, azaz 17 mínusz 28 az egyenlő mínusz 11. Az ellenőrzés végeredménye, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 8, 6 plusz 2, 1, 2, 7, 0 és egy mínusz 11-es érték, az utolsó helyen. Elérkeztünk az utolsó diához ezen oktatóanyag keretében. A bal felső sarokban feltüntettem az eredeti A mátrixot. Látható, hogy a mátrixok összeszorzása az eredeti mátrixot adta eredményül. Tehát ugye ebben a videóban volt egy kiinduló mátrixunk, amelyet egy bázisokat tartalmazó mátrix és egy részmátrix szorzatára bontottunk fel, majd ezt a szorzást elvégezve ellenőriztük, hogy valóban, hogyha ezt a két mátrixot összeszorozzuk, akkor az eredeti mátrixot kapjuk eredményül. Köszönöm figyelmeteket! Sziasztok!